Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Ha megnézitek mondjuk az Utinform-nak a honlapját, akkor láthatjátok, hogy naponta rengeteg forgalomkorlátozásra lehet számítani. Ezeknek a hátterében gyakran útfelújítások, ritkábban sajnos balesetek állnak. Persze egy egyszerű szalagkorlátjavítás, vagy mondjuk egy koccanás, az nem fogja átütni az embereknek az ingerküszöbét. Vannak azonban olyan események az utakon, amelyek úgy látszik, hogy igen. Belső sávban, ráadásul szemben a forgalommal, nem figyelmetlen autósról van szó, lovak ügetnek az M7-es autópályán. Na de miért is foglalkozom ezzel a témával? Hát egyrészt nem is olyan régen itt a YouTube üzenőfalamon tettem közzé egy felmérést arról, hogy legyenek-e még videók magával a kommunikációs háttérrel kapcsolatban, és akkor elsöprő többségben azt mondtátok, hogy igen, szeretnétek még ilyeneket látni. Másrészt pedig van ebben a sztoriban azért egy kis személyes érintettségem is. Örültem, hogy nincsen forgalom az úton, aztán elég meglepő volt, amikor láttam, hogy lassítanak előttem a kocsik. Először balesetre gondoltam, de aztán láttam, hogy két ló egész szabályos ütemben üget a belső sávban szemben a forgalommal. Igen, kedden reggel mentem az M7-esen Zánkára előadást tartani, és azt látom, hogy lassítanak előttem az autók, a belső sávban pedig üget felém két ló. És mivel egyébként is le kellett húzódni, meg kellett állnom, elővettem a mobilomat, aztán lőttem róluk egy rövidke felvételt, amit feltöltöttem Twitterre, ami pedig innentől kezdve következik, az már hírtörténelem. És ezzel a rövid felvezetővel már is két okot felvillantottunk, hogy mitől lesz hír valamiből. Egyrészt mennyire ritka, meglepő egy esemény, másrészt pedig milyen személyes kötődések vannak benne. Ez utóbbit most nyilván nem az RTL Klub híradója, hanem a Szertár szempontjából nézem, a hírnek ugyanis mindig az adott hírfogyasztó számára kell jelentőséggel bírnia. Ennek az emberi oldalnak persze van egy másik vetülete is, a személyesség sokkal eladhatóbbá teszi a történeteket. Ezért is van az, hogy az RTL Klub híradójához hasonló hírműsorokban nagyon gyakran próbálnak keresni olyan megszólalókat, akik a saját szempontjukból fel tudják dolgozni az eseményeket. Ez a személyes történetmesélés persze máshol is érvényes lehet. Nem véletlenül hívok a Szertár Podcastben mindig kutatókat, hogy ők maguk meséljenek a felfedezéseikről, nem pedig egy sajtóközleményt olvasok be nektek, mert az sokkal kevésbé lenne személyes. Van azonban egy másik hírérték szempont is, amire valószínűleg már sokan gondoltatok, ez pedig az időszerűség, aktualitás. Ezt is persze sok szempontból meg lehet vizsgálni. Az RTL Klub híradójában ma valószínűleg már nem menne át egy keddi esemény, nálam viszont itt a Szertáron, mivel majdnem hetentét mondtam, hetente, két hetente rendszertelen időközönként jönnek az adások, szerintem ez még belefér, különösen, hogy azóta nem igazán volt semmilyen áttörő esemény. És itt van egy ellenpélda. Hiába voltunk két hete az egészségvárossal Tapolcán, és volt egy majdnem rekord részvétel a rendezvényen, aminek következtében több mint 8,5 millió forintot tudtunk gyűjteni a helyi kórháznak. Sajnos nem volt időm megvágni ezt az adást, úgyhogy valószínűleg a kukában végezte volna, ha most ide nem csempészem be példaként. Apropó egészségváros, holnap szombaton, május 25-én Jászberénybe megyünk majd, ahol egész nap ott leszünk szokás szerint a Játékos Természettudomány sátornál. Várunk titeket, gyertek, kísérletezzünk, illetve 4:15-től nekem lesz külön egy előadásom, aminek a témája az, hogy milyen frusztráló és inspiráló oldalai vannak a közösségi médiának. Szóval erről fogok beszélni, illetve beszélgetni veletek. Gyertek! Na de ennyi promó után nézzük tovább a mai fő témánkat. Az időbeli közelségen kívül a földrajzi közelségnek is jelentős szerepe van. Ha például ezek a lovak Vilnius mellett trappoltak volna az autópályán, akkor lehet, hogy legfeljebb azzal kerültek volna be a hírekbe, hogy a frázba kerültek martonvásári lovak Litvániába. Így önmagában nem igazán ment volna át. Ennek a hírnek a kapcsán nem tudok kitérni olyan hírértéket befolyásoló tényezőkre, mint hogy milyen híres emberek voltak érintve, milyen utóhatása lehet ennek az eseménynek, robbantott-e valami botránybombát, netán nemzetközi szinten is begyűrűzik-e az esemény valamilyen formában, tehát ezekre itt nem igazán tudok kitérni, van azonban egy olyan dolog, amit a saját bőrömön is tapasztaltam ezzel kapcsolatban. Ez pedig a hitelesség. Amikor megcsináltam és feltöltöttem Twitterre ezt a remek filmtörténeti jelentőségű videót, akkor gyorsan a tweetemet továbbítottam is egy szerkesztőségnek, mert hogy láttam, hogy az elsők között vagyok, aki találkozott ezzel a jelenséggel, tehát még jelentős lehet
az adott portál szempontjából. Apropó, egy kis bónusztipp. Hogyha azt szeretnétek, hogy egy szerkesztőségben el is olvassák az e-mailjeiteket, akkor figyeljetek arra, hogy mit írtok be az e-mailnek a tárgyába. Ez lehetőleg olyan legyen, ami röviden összefoglalja, hogy miről lesz szó, illetve kitűnjön valamennyire a több száz e-mail közül, ami egyébként egy szerkesztőséghez minden nap beérkezik. Szóval a szerkesztők is emberek, náluk is működik a clickbait, persze arra figyeljetek, hogy azért legyen mögötte tartalom is. Én például ide azt írtam be, azt hiszem, hogy lovak ügetnek az autópályán, zárójel videó. Ezután egy mértéktartó szerkesztőségnél nem csak fogják az információt és kidobják az olvasók elé, hogy tessék, itt a hír, olvasd, hanem megpróbálnak utána járni, hogy mennyire valós, mennyire hiteles eseményről van szó. Hát ebben az esetben a 444 szerkesztője írt nekem gyorsan, hogy tudok-e még plusz információval szolgálni, miután mondtam, hogy nem ez minden, amit láttam, megpróbálták máshonnan megerősíteni, hogy valóban igazi hírről van-e szó. A cikk eredeti verziójában nem csináltam screenshotot, ott még egy másik origós cikkre hivatkoztak, aztán amikor jött hivatalos forrásból is ezzel kapcsolatban jelentés, akkor már ezzel update-elték a hírt, tehát azóta a rendőrség közleménye állott, mint egy hiteles forrás, illetve megerősítés. Vicces egyébként, hogy a 444-nél megjelent hír után még három szerkesztőségből kerestek, ketten ezek közül volt rádiós kollégáim voltak, nyilván meg volt nekik a számom, és ők is érdeklődtek, hogy milyen plusz információk rendelkezem, illetve a harmadik hely az az RTL Klub híradója volt, amire már hivatkoztam is az előbb. Itt nagyon-nagyon bánom, hogy ismét cserben hagyott a mikrofonom, ugyanis a villáminterjú után megkérdeztem az RTL Klub riporterét, Ződi Pétert, hogy mégis ők mit csinálnak akkor, amikor beérkezik hozzájuk egy információ morzsa. Ezt szerettem volna nektek megmutatni, de mivel nincsen hang, ezért én foglalom össze, amit ő is elmondott, hogy náluk is az a legfontosabb, hogy a hitelességet próbálják meg első körben ellenőrizni, próbálnak minél több helyről képeket, videókat beszerezni, hát nyilván egy tévéről van szó, mutatniuk is kell dolgokat, de a másik szempont, hogy próbálják megkeresni azokat az embereket, akiktől ezek a képek, videók származnak, hogy beszéljenek velük, részben azért, hogy felhasználhatják-e magukat a képeket, videókat, másrészt pedig, hogy megszólaltathassák azokat a szereplőket, akik részesei voltak egy-egy eseménynek, jelen esetben annak, hogy lovak trappoltak el mellettük az autópályán. Azért Péter, köszönöm a segítséget, ahogy szokták mondani, a technika ördöge. Természetesen ahány iskola annyiféleképpen taglalja, hogy mik a hírértéket befolyásoló tényezők. Én most ezt az 5 plusz 1-es válogatást próbáltam nektek átadni, remélem hasznosnak tartottátok. Várom a véleményeiteket odalent kommentben. A következő videót szeretném megígérni, hogy mikor lesz, de inkább nem fogadkozom, hanem majd jön valamikor. Ha nem szeretnétek lemaradni róla, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Találkozzunk itt a következő videónál, vagy pedig holnap Jászberényben személyesen. Sziasztok! A 444-nél, a 444-nél, a 4-nél megjelent hír, a 444-nél megjelent, 444-nél, ezt ki se lehet mondani.